Hellóztok! Sziasztok! Itt is lennénk újra a Pixel Drop pályán, itt van velem azonban mostani videóban Csabinyó, és vele fogjuk megnézni ezt a kis minigémet. Úgyhogy ha néztétek az előző videókat, ott Andival és Dáviddal próbáltuk ki, a mai videóban Csabi fog sorra kerülni, és megnézzük, hogy akkor hogyan tudunk ügyeskedni ebben az epizódban, ki tudjuk-e találni a modelleket. Játszottunk egy bemelegítőt, azt hiszem elmutatjuk, nem? Igen, és nagyon igen, béna igen. Voltam. Srácok, olyan béna voltam. Bele kell jönni, de egyébként szerintem egyáltalán nem egy bonyolult játék. Szerintem könnyen rá lehet érezni. Furcsa színek, Bence, ilyen nem volt még a teszt alatt. Igen, és viszonylag hosszú szó. Ez... Amit a... Mi az? Kicsit még gombalevesre hasonlít. Mushroom stew, vagy valami ilyesmi a neve. Az. Nagyon fontos, hogy megint elmondani, hogy csak a nagybetűs szavak érnek. És, ajaj, már hallottam, beírtad előbb. Ó, gyerünk! Ez az! Az az! Ó, 10 ponttal előnyben vagy, na, akkor ez így. Meg azért azt mondjuk el már a nézőknek, Bence, hogy te angolul használod a Minecraftot, én meg magyarul, szóval nekem nagyon vissza kell pörgetni, hogy mi is az angolul, amit én ugye magyarul ismerek, szóval ennyi előnyed azért mindenképpen van. Igen, ez itt most határozottan egy előny. Örülök is neki, lehet szükség is lesz rá, mert ez most egy egész jó kezdés. Na jó, ez fogalmam sincs, ugye 150, még egyszer mondjuk 150 különböző alakzat van. Tehát ezek nekem is tök újjak. Persze lehet, hogy már dobott olyat, amit az előző videókban láthatatok, de azért... Ez például fogalmam sincs, micsoda. Valami üveg, én már beírtam valamit az előbb. Valamilyen cube, de milyen? Ja, ja, megvan. Ú, a nézők most hogy foghatják a fejüket, ez biztos hamarabb hiteltek, mint mi. Köze van hozzám. Mindegy. Annyit mondok. Igen, Ice Cube. Ice Cube. Ez így, na, de furcsa, hogy ilyen háromdimenziósba rajzolja le. Hát meg miért ilyen barna a kerete, ez egy lefosott Ice Cube, vagy miért ilyen barna? Lehet, hogy tudod, ilyen, jön a tavasz, és már olvad, és ilyen saras, tudod, amikor ilyen. Ja, slatyak cube. Slatyakos, igen. Na nézzük. Ez egy Silverfish, már most megmondom. Ez. Igazából fogalmam sincs. Nem jön ki egyébként se. Fájnálj meg. Na jó. Na most már kaptunk egy M betűt, de hát ez most még... Ó, megvan. Te már tudod? Aha. Nem már. Már tudod? Nem, mit kell írni, vagy egy... Hozzá kellett írni valamit. Jaj! Ó, bakker! Egy S-sel többet kellett volna írnom. Hát, igen, Campus. Ó, no. Az iránytű. Hú, jobb vagyok, mint a teszt alatt, Bence, hallod? Igen. Már túl teljesítettem a saját terveimet. Viszont vissza is hoztad egyébként, mert előbb még én voltam pont előben, most kiegyenlítettél. 5-50. Na ez mi lesz? Nem tudom. Ú, de hosszú, nézd csak. Igen. Van egy egybetűs közte valami. Ez mi lesz? Fú. Fogalmam sincs. Ez egyébként egy jó szó. Azt gondoltam, hogy egy O betű lesz ott, de hogy mi csinál? Valószínűleg valami Minecraftos. De mi ez? Nem. Most nézd meg. Nekem se akar összeállni. Jaj! Az O betű! Mi az? Én nem tudom még. Se a szóból, se... Ja! Ó, megvan. Jaj, megint elírtam. Ne! Igen. Az egyetlen szó, hogy van O betű. Mármint ilyen O betű. Megvan. Ú, most 60 ponttal tiéd a győzelem. Hát igen, ez egy tök fej. Ez egy tök fej. Valóban. Csupa hosszú szavakat ad most. Hát egyelőre, mint egy kis növényke, valami kékkel keverve. Jaj, megvan. Nem mondod, Csabi, belehúszál nagyon. Súnyiba így csinálod. Ó, és tiéd a győzelem, hát ez yes! Egy... Yes! Ja, hát... Csabi. Yes! Azt hiszem méltó ellenfélre akadtam. Olyan még nem volt, hogy az első körben megvertek. Úgyhogy követelek is egy visszavágót. Oké, mehetünk. Na, elkezdte dobálni. Négy betű csak. Shit, nem tudom, barna. Ez biztos. Most nem tudom maraság, amit beírok. Ó, ez egyszerűen csak egy lead, basszus. Jaj. Akkor már minden most a be se írom, is beírom. De érdemes beírni, mert akkor is kapsz pontot, hogyha nem másiknak. Tehát minél később írod be, annál kevesebb pontot kapsz. Szóval tudom, érdemes. Tudom, mit írtam be? Nem? Cake. Cake? Hát mint torta, csak azt nem tudom miért. Aha. Mindegy, valami. Csoki torta. Hát az elején, amikor ezek a világosabb blokkok hullottak le, akkor még talán azt mondom. Hát akkor beírom, figyelj. Ugye ez el fogja venni, hogy letelik az idő. Vágom. Gyorsan. Jaj.
gyerünk! Feltettem. Hát lejárt az idő, Csabi. Nem már. De. Á, gonosz. Na mindegy. Nem, majd itt a következő szó. Hú, ez már mintha lett volna viszont nekem egyszer. Hiszen ez az XP battle. Na ne. Ja, igen. Onnan emlékszem, hogy ugye kétbetűs szó van az elején, és ugye ez nagyon leszűkíti a lehetőségeket. Mert hamarabb kitáltam, hogy leesett volna. Igen, meg hogyha már neked volt, ugye, akkor így ez csak könnyebb. Igen. Na nézzük a következőt. Most már kíváncsi lesz. Most már valami olyat adjál, amit egyből kitalálok. Igen. Ez mi? Megint ez a zöld piros. Fogalmam sincs, mint egy hal egyelőre, ami piros. Hal? Hát, hogy így kunkorodik. Ám mondjuk most megyre inkább nem. Akkor egy cipő. Várjál. Ja, megvan. Megvan. Megvan? Aha. Ez sajnos meg. Igen. Jó, mindegy, megint megelőzöl. Jaj. Hát most sikerült. Kis watermelon. Az. Finom, de ezt tök jól megcsinálták, szóval ez így abszolút felismerhető. Felismerhető, csak annyira cseles, mert érted? Igen, amikor kiegészül, akkor az van, hogy úristen, hogy nem találtad ki előbb, de közben meg nehéz. Igen. De az olyan, hogy tudod, hogy amikor hullanak le egy a pixelek, és tökre felismerhetetlen katyvaszból indul, mint például ez, és van egy pont, amikor lehullik egy olyan pixel, ami így az egészet így összeteszi az agyadba, akkor így hopp, kirajzolódik, hogy mi is az igen, igazából. Igen, a kulcs kocka, szó igen. Szerint. Igen. Hát ez meg mi? Várjál. Nem tudom. Fogalmam sincs. Ez mi? Nem tudom, de elég hosszú szó. Veled csak ilyen hosszú szavakat ad, vagy mi a fene? Az előző videóban nem voltak ilyen hosszú szavak. De az a durva, hogy... Jaj, az... Spam sincs. Ah, megvan, ez egy játéknek a neve. Ez? Aha. Egy régi játék. De ez marha király. Várjál, ez nem az a... Elírtam volna? Fenegy meg. Tudom melyik. Igen. Remélem, hogy ráismersz, hallod. Jó, megvan. Hú. Tudom. Space Invaders. Ja. Zseniális. Ebben a ládába beletettem és nem történt semmi. Mert? Miért van nekem két ládám? Lol. Most már jó. Jéj. Úristen, na. De megvertél. Hát előbb, ezt előbb most csak, sikerült. Éppen csak megnyertem, de most ez most nagyon megvan. Na még egyet. Ja, nyert. Legyen ez egy ilyen mindent eldöntő. Eddig mindig a harmadik meccs volt a mindent eldöntő meccs. Igen? Na akkor lássuk. Eddig ugye egy-egy. Ez aha. Könnyű. Aztán meg esetleg még mehetünk egy bónuszt. Az is szerintem még belátok a fejlesztőbe. Aha. Jó. Valami ismerős legyen. De ez is egy viszonylag hosszú szó, tehát nézd meg. De ez is úgy kezdődik, mint a lead, ugye? Aha, ez igen. Nekem abszolút nincs meg, tehát ebből én még nem... Egy pillanatra következtetek. A nyilván szóra gondoltam. Meg van. Szerintem igen. De csalsz. Tudom! Jaj, elírtam, ne! Stand! Gyerünk, add ki! Rorik. Nem szabad ilyen gyorsan írni, Bence! És túl gyorsan akartam. Az a baj, hogy csak kitalálnám, csak te meg sokkal gyorsabban, de mindent. Bence csal. Nem csalok, ez tökre nem volt még ilyen. Meg hát videón kívül meg nyilván nem akarok játszani, mert csak spoilereznék magamnak. Ajjajjajjajjaj. Ez is négy betű. Uh-huh. Egyébként azon gondolkoztunk mindig az előző felvételekben, hogy milyen király lenne összeállni, hogyha mondjuk így hárman vagy négyen összejönnénk, és akkor egy ilyen nagyobb mérkőzést csapni belőle, és akkor tényleg úgy viszonylag több játékos közül kerülhet ki több ponttal egy ember. Ebben még egy live-ot is lehetne. Ja, abszolút. Csak aztán gondolom, ez mi lehet? Végre már ismétlődnek. De nem tudom, ez egy ilyen, nem tudom micsoda. Micsoda? A vége Olm? Olm. Ez micsoda? Nem tudom. Lehet nem is Minecraft, hanem valami más játék. Igen. Sőt, tuti. Minecraftban ugye azért ilyen nincs. Ez mint egy tök fej egyébként, igen, nem? Igen, egy tök fej, valami kulcsal az aljában, vagy nem tudom mi ez. Egy csont az ott, vagy... Fél, le fog hullani, és nem fogjuk tudni. Snowman! Vagy Snow... Mi ez? Snow... Valami Snow. Igen, Snow... Snow... Olm. De milyen Olm? Nem tudom. Snow...
Snow Golem, bakker, de hülyék vagyunk. Gyerünk! Elírom! Ez az? Elírtam! Bence, elírtam! Jaj, ne, elvette tőlem! E, tőlem is elvette! Aj, de lassúak voltunk, lassúak Csabi! Lassúak voltunk! Aj, ja, még nem volt, hogy mind a kettőnktől elvegyen. És persze, tényleg, ez Snow Golem! Hát ez hát logikus! És még Minecraftos is! Bakker! Ilyen már azért nagyon rég nem volt, az előző meccsekben... Azért mindig kitaláltuk, hogyha valami lehullott. Az a szürke! Fú, szürke és egy kicsit kék, nem tudom mi lehet. Ja, megvan. Megvan? Aha. Nyilván valami ice. Azt ne. Nem néz ki talán. Nem ice? Nem. Nem. Nem, annyit segítek, hogy bányában van. Ez? Aha. De nem mondod. De. Jaj! Kicsit béna egyébként az ábrázolása, azért lehetne sötétebb. Hát kicsit nagyon. De most már legalább tudom. Diamond Door. Az. Egyébként simán hullhatnának gyémántok, szóval szerintem csak maximum jobban visszaadná. Itt van. Hát ez... Jó, ez igen, így egyben már igen, de... Na mindegy. Hát mindegy. Jó ez. Na végre egy rövid, na tessék, ezt akartok. Mi lehet ilyen három betűs? Ja, hát megvan. Ez nagyon jó. Megvan. Igen. Ne! Csabi, miért? És mindig elírom. Túl gyorsan akarom aztán. Én meg mindig kisbetűkkel írom. Maradjon benyomva a caps lock, ez jó. Így, bau. Csak az a baj, hogy nekem a caps lock a lebegés, meg a minden, emelkedés, hűnés. Ja, aha. Hát figyelj, 100 pont különbség van, kb. Ezzel most behozhatod, simán. Hát ha összejön, várjál. Igen. Most megint egy hosszabb szó, és... És na, hát ez... nekem egyelőre abszolút nincs meg. Ja, megvan. Igen. Aha. Nem, elírtam. Jó. Ja. Na. Jó, elfogadtam, úgy nem értem el. Hála jó. De érted? Kicsi múlott, hosszan mar. Lassan írok, és... ez nem... Valahogy jobb megoldás lenne egyébként ebben a játékban, hogy a chatbe kéne írni. Igen, nem? Igen. Jó volt sok ez, jó volt ez, szerintem ez már nagyon közel volt egymáshoz. A csöltes írás szerintem azért lehet simán meg, tehát hogy nem szerveren megvalósítani, mert hogy ugye azt nehéz érzékelni command blokkal, mi van a csöltben. De hogy papíron meg ilyesmi, az tök könnyű. Na még egy bónuszkört, hát ha... Menjünk! Na hát, ha most nyerek, ha most ezt tegyük fel, megnyerem valami csoda folytán, akkor legyen egy egál, mert akkor úgy igazságos, jó, hogy jó. Akkor te se feleslegesen nyertél kettőt, mert akkor én is kettőt nyerek, szóval akkor egy egál lesz. Tehát most vagy én nyerek, vagy ez egy dupla vagy semmi. Oké, és? Szinte. Hajjajjajjajjaj. Első alakzatú? Hát ez meg mi? Nem tudom, egyelőre mint ilyen szellemszerű, de... Olyan, mint a bú. Aha, volt. Igen. Csak ez nem pont olyan. Te elődösöl? Ja, nem. Ja, megvan. Ó, bakker. Megvan. Aha. Ez nem is Minecraft-os, hanem egy viszonylag gyakran használt weboldal. Leginkább Amerikába talán. Aha, jó, mert nekem ez egyáltalán nem ismerős. Reddit. Ja, Reddit, igen. Most már. De nem a figurából találtam ezt sem ki, hanem a szavakból. Ez olyan szerintem, mint a Twitter és a Facebook különbsége Magyarországon, illetve Amerikában. Ott szerintem inkább Twittert használnak. Na jó. Majd most. Ez is viszonylag egy rövidebb, aminek örülünk. Annál könnyebb kitalálni. Bár, tehát alakzatilag ez egyelőre meg abszolút nem felismerhető, szóval... Valami... Ti vagy mi az Isten ez? Mi megvan, vagy csak úgy tippelsz? Jó, csak tippel. Akkor nincs meg! Ebből még durva lett volna, Csabi. A cake-re gondoltam. A cake. A aha. Torta. Nem minden cake, ami cake. Jó, csak tudod, pirosat látok, akkor egyből azon mondanám, hogy ez cake. Mi ez? Valami Super Mario-s lesz szerintem, aminek nem fogjuk tudni a nevét. A gomba. A gomba, amit nem tudom, hogy hívnak. Amúgy én azt sem tudtam, hogy a Super Mario-ban ezeknek van nevük egyáltalán. Én is csak úgy hívtuk, hogy a fekete lövő golyó, meg a kérdőjeles blog, meg a gomba, meg az ilyenek. Hát simán, igen, gomba az kész. Nem tudom, mi a neve. De állítom, hogy aki írja, akkor be fog ugrani, ezt már láttam így. De ez nem az NPC-nek a neve? Mint hogyha lenne ott egy ilyen gombafejű... De, ez NPC. ...féle. Akkor nem tudom, mi lehet ennek. Hát az a szörny, nem? Ez nem szörny, ez szerintem ez barátságos. Ez egy tip lesz, full tip. Na? Hát mindjárt kiderül. Ja, Toad! Basszus. És tényleg Toad! Ezt erre te emlékeztél? Vagy...
Most már így beugrott, de a Toad nekem inkább onnan ismerős, hogy az a varangyos békának a neve, nem angolul. Hát igen, de hogy kerül akkor most ez a gombához? Nem tudom. Tehát, hogy, ja, tényleg, ez végig is egy varangyos béka. Hát mondjuk lehet gombát látunk ott, de varangyos békának is elmegy. Ez meg mi? Ez a lila? Nem tudom, Ender kristály vagy mi ez? Nem tudom ez mi. Először Taco Bellre gondoltam, ez is ilyen lila volt, és az már volt az előző körökben, de ez valami más. Mire gondoltál? Taco Bell. Nekem is úgy volt, ez egy szintén amerikai Taco étterem. Bell. Ja, Taco Bell bácsi. Valami. Nem Taco Bell bácsi. De tényleg mi ez? Én meg most sem ismerem fel. Jaj, úristen, hát ez az, ahol, ahol hamarosan átmennek a videósok. Megyek én is, mármint beírom. Nem át. Ja. Megint megelőzöl, és érted, megint az van. Elírtam. Elírtad. Yes! És megint elírtam. Azt írtam, hogy Twitch. Ez ki ne vágd a videóból. Fuck! Megvan, végre. Twitch. Na, ez viszont jó. Ez felismerhető. Ez királyon megcsináltak, igen. Igen, mondjuk a lila szín azért elég jelezetes. Egyébként, tudod, mit szoktam még elírni rendszeresen? A YouTube-ot, meg a Minecraft-ot. Tehát a Minecraft-ot az szintén mindig milyen craftnak írom. Tehát, hogy gyorsan akarom írni a Minecraft-ot, akkor az, nekem ez. Milyen craft, és a másik pedig a saját nevem, azt még rendszeresen. Mi ez újra Twitch, hogy mi a szar? Én a piros helyet szoktam sokszor azt írni, hogy pri-so, mint a prison. Aha. Piros helyet prison, de nem tudom miért. Az jó, hát őt még nem hallottam. Hát ez fogalmam sincs, ez már megint valami szép lila. Na, ezt most nagyban megcsinálják a Twitchnek a logóját. És ez ugyanaz? Csabi, most azt nem mondod, hogy ez ugyanaz. Csak más. Nem ugyanaz. De igen! Micsoda? Kétszer egymás után! Bence, a betűkből következtettem ki, hogy hát ez más nem lehet. Hát igen, egyébként. Bakker! Na, ilyen sem volt még a videóban. De durva, és így én vezetek. Megcsinálták kétszer ugyanazt, valószínűleg a fejlesztők két csoportra oszlottak, aztán mind a kettő megépítette magának a Twitch-et, az bennmaradt mind a kettő. LOL! Mi a szar? Lehet. Hát is ez mi? De gondolj bele, mennyi ennek az esélye? Van 150 alakzatban kettő ugyanolyan, ami mondjuk kinézetileg nem ugyanolyan, csak mint szó, és egymás után beadja ezt a kettőt. Úristen, ez szinte hihetetlen. Ilyet még nem láttál, beleírhatom a címbe. Ez írd bele, simán. Kétszer egymás után ugyanaz? Igen. Úristen, nem fogod elhinni. Rákattintasz, és nem hiszed el. Ez mi? Takony? Póc? Az kijönne? Ja nem, kevesebb. Valami, biztos valami shiny, vagy nem, vagy nem tudom. Ez nem valami virág? Nem virág, az nem lehetett virág. Virág, nem tudom. Mi az, hogy sárga hányás ott a sarkában? Nem. Sunny, de mi? Ez. Aha, sunny sky. Jaj. Nem tudom mi. Jaj. Nem már, elvettem. Ezt most te fogod Na nézzük, hát elfogadja. Ezt nem fogod megnyerni. Ja, elfogadta. Igen, ugyanis nem tudom, mit kell odaírni, mi a harmadik. Savoy, mert ez ugye az izé. Vagy sunny, sunny. Sky. Mi a Savoy? Micsoda, sunny, mi? Sky. Ja, nem mondod. Én tudom, mire gondoltam? Na? Naphal. Naphal? Pedig az nem is naphal, hanem gömbhal. És ott a sarkában a hal. A hát én nem tudom. Sunny hal. Na hát ez is nagyon közel lett egymáshoz egyébként. Hát, szent az király volt. Nem baj, Bence, engem az vigasztal, hogy a legelsőt megnyertem. Aha, az szép. Legalább volt egy picike sikerélményem, figyelj. De tényleg azt hittem, amikor játszottuk ezeket a gyakorlókat, vagy a tesztet, hogy is kell ezt az egészet, ha annyira nem ment, hogy nem mondom, hogy vigyelj csenyerek, azt tessék. Mondom, csak bele kell rázolni, aztán tök jó. Hát igen, szóval köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt, köszönjük szépen, hogy megnéztétek, illetve hogy nyomtok egy lájkot, és hát találkozunk hamarosan egy másik videóban. Addig is pedig minden jót, és sziasztok! Sziasztok!